Kedves kollégák, akkor folytatnánk a mai továbbképzésünket azzal, hogy a következő előadót és az előadást bejelentem. Amikor egy ilyen továbbképzést szervezünk, akkor szempontként kezeljük azt is, hogy időnként olyan edző kollégánkat is kérünk meg, akik nem rendszeres résztvevői továbbképzéseknek, illetve olyan tudással rendelkeznek, amit úgy gondoljuk, hogy érdemes másnak is látni. Amikor először én a Péterrel beszéltem, akkor azt beszéltük meg, hogy olyan jellegű dolgot szeretnénk ma látni, ami az igazi munka, és koncepciójában pedig a felnőtté válás szakaszainak egyik része. Én ezt kértem tőle, és ő azt ígérte, hogy akkor a közvetlenül a felnőtt alatti korosztályokról fog a mai napon bemutatót tartani a pénzügyőr csapatával. Engedjétek meg, hogy bemutassam Gazsi Péter urat. Sziasztok! Ha minden igaz, nekem most két mikrofonom van, nem Laci? Mind a kettő. Ez nem. Az nem kell. Nem kell. Fel is veszem. Elfogadtam, itt a kezem nagyon fel. Nagyon örültem a felkérésnek, megtiszteltetés mindenképpen, hogy valamit mondjak, de hát kellőképpen rá vagyok izgulva erre a történetre. Úgyhogy megpróbálom egy kicsit baráti hangulatba eltölteni ezt a 15-20 percet, ami a beszéddel fog zajlani. Tehát nem lesz hosszú, inkább egy gyakorlati részt fogunk a fiúkkal mutatni általános edzésből a kis szösszeneteket, egy-egy rövidebb gyakorlatot raktunk össze. Közben ők itt szépen elkezdenek melegíteni. Remélem, hogy jól is önállóan. Ők már a 19-es korosztályban fognak versenyezni az idén. Van közöttük olyan ember, akivel még egyszer találkoztunk, egyszer volt edzésen. Van egy 17 évesünk, tehát a 17-es korosztályt képviseli még. Ő feljátszik, és van egy, aki a 21-et is. Tehát már ő egy elég vegyes társaság. Megpróbáljuk összerakni, meg kihozni ebből a kis bemutatóból a legjobbat. Hát az előadás ugye címe ez, hogy hogyan képezzünk felnőtt játékost. Bővebben, hogy U19-es játékosból hogyan képezzünk felnőtt játékost. Legalábbis, hogy indítsuk el a felnőtt játékossá válás felé. A főcímhez maradjunk azért egy picikét, hogy hogyan neveljünk, illetve hogyan képezzünk. Hát a nevelést ezt már egész pici korban el tudjuk kezdeni. A maga a képzés az ugye később jön be, hogy sportolót kell képezzünk, atlétát, és utána természetesen a sportág specifikus dolgokat bevinni egyre inkább az edzés életükbe. De azt gondolom, hogy mindenképpen le kell szögezzük, hogy koncepció nélkül nem fogunk hosszú távú stabil eredményeket elérni. Tehát meggyőződésem, hogy minden egyesületnél kell egy koncepció, kell egy terv, minden korosztályra. Kell, hogy legyen minden edzőnek terve a saját korosztályával, hogy hova kell eljutnia. Nyilván jó lenne, hogyha ez párhuzamban lenne a klub, az a szerencsés eset, hogyha a klubnak a koncepciójával ez megegyezik, de legalábbis valamiféle párhuzam mutatkozik közöttük. Ekkor fogunk tudni lépésről lépésre mondjuk egy U13-mal eljutni a második év végére oda, amit elvár az egyesület. Egy U15 végére el fogunk tudni jutni oda, amit elvár az egyesület, és serdülőbe szintén ugyanez. És akkor nagyjából megérkezünk az U19-hez, ahol már nem kellene az edzőnek a technikai képzéssel foglalkozni, csak a technikai dolgok faragásával, csiszolásával. Hiszen ilyen, itt azért már bejönnek az erős taktikai feladatok, nagyon gyors a játék, legalábbis a serdülőhöz képest egy nagyon komolyan gyorsul. Ezért gondoltam ezt a korosztályt kiemelni. Itt látványos fejlődés van a srácokon. Gondolom, hogy mindenkinek, vagy többünknek megvan az az érzés, amikor júniusban elköszönünk a fiúktól, augusztusban találkozunk, nyilván a feljövő fiatalokkal, akiket szintén júniusban láttunk, kis siserehad, de már azért kis serkent bajussza. Megérkezünk a TED színhelyére augusztusban az alapozáshoz, és már megint a kézilabdások jöttek előbb, vagy milyen jó lenne nekünk ez az anyag. És mi ez közelebb, és akkor ismerősek az arcok,
és nőttek a gyerekeid egy nyárra 10-12 centit. Hát ez az elsődleges és azonnal szembe ötlő élettani változás, hogy nőnek a srácok ugrásszerűen. Mit tudunk csinálni? Ugye az U19-ben ezzel a történettel természetesen a marhára örülünk neki, pakoljunk rájuk izmot, gyorsítsuk fel, azt mehetnek a felnőtt röplabda felé. Hát ha így gondolkozunk, hogy azonnal nyakukba akasztjuk a súlyokat, és azonnal megterheljük őket, akkor nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt tönkre tudjuk tenni egy-egy játékost pillámgyors sérülésekkel, amit hát sok esetben nem fogunk tudni kiheverni, mert akár egy-két éves kihagyás is lehet arra, amire regenerálódik a szervezete, viszont akkor ő ebből a korosztályból már kimaradt. Tehát erre nagyon figyeljünk. Azt gondolom, hogy itt még a fizikai képzés az meg kell, hogy előzze egy nagyon komoly felmérés. És egy még komolyabb mérés. A mérések, tehát az, hogy most a gyerek hogy futja a Coopert, ez egy nagyon jó tükör számunkra, hogy fennyi időt futja a vonalazást, hány fekvőtámaszt tud megcsinálni. Tehát ezek nagyon jó dolgok, tükör nekünk, hogy végeztük a munkánkat, pláne hogyha ismételjük a mérések. Ezt tartanám sokkal fontosabbnak, mert abban látom azt, hogy hol tart a növekedésbe, az érési folyamatába a gyerek élettanilag. Gondolok itt a fesztávolságra, a magasságra, a cipőméretre. Ugye most az új trend, hogy ülve mérd meg a játékost. Nem lenne baj, hogyha ugyanazzal a székkel, meg ugyanazzal a centivel mérnénk. És ezt sűrűn, mert hogyha a gerince megállt a növekedésbe, akkor nagyságrendileg befejeződött a növekedési szakasza, és akkor már azért nagyobb biztonsággal lehet terhelni a játékost. Gondolok itt a súlyzókra, mert előkerülnek idáig, hogy egy saját súlyokkal dolgoztak. Megtörténtek ezek a felmérések, megtörténik a játékosnak a besorolása, hogy mivel tud dolgozni, mennyit tud dolgozni, milyen súlyokkal tud dolgozni. Ha ebben nem vagyunk jártasak, mert ez azért oké, hogy edző, de azért ez is egy szakma. Akkor nyugodtan kérjünk segítséget, ne legyünk szégyenlősek ez ügyben. Biztos, hogy van a klubnál olyan szakosztály, akinek már van erőnléti edzője, aki már találkozott ezzel a korosztállyal, ennek a korosztálynak a terhetőségével, el fogja tudni nekünk mondani azt, hogy milyen méréseket, milyen felméréseket végezünk, mielőtt beültetjük a gyereket a lábgépbe, vagy nyakába akasztjuk a súlyokat. A másik nagyon fontos változás, ugye a siserehalt helyett, akit júniusban elengedtünk, ott van egy viszonylag csöndes, rendezett brigád, tehát fejbe is érnek ezek a srácok, komolyodnak. Ez 100%, hogy komolyodnak, illetve másképpen hülyék. De mindenképpen felnőttesednek. Mindenképpen felnőttesednek. És értik a dolgok miértjét. Értik a dolgok miértjét. Itt bejön az, hogy hogyan tudjuk ezt lekommunikálni felé, hogy miért csinálod ezt, miért csináltatom veled ezt, miért kell megcsinálnod ezt, hova tudsz eljutni, ha megcsinálod. Fontosak a miértek szerintem, és fontos, hogy ezt a játékosok is tudják. A fizikai erő fejlesztésével gyorsulni fog a játék. Ez elkerülhetetlen, sokkal erősebbek a nyitások, pláne hogyha a koncepció mentén haladva már olyan játékosokat kapunk, akik már azért megpróbálgatták a felugrásos nyitást, megpróbálgatják serdülőbe ugye a hármason kívüli hátsósoros támadásokat, egy-egy figurát beleszőnek. Ezeket most már nekünk a játékunkba alkalmazni kell tudni, nem azonnal, nyilván nem is szeptember 1-én, vagy nem is tudom hányadik van, 5-én, hanem majd a bajnokságnak a első harmadának a végében már ezeket kell, hogy tudják alkalmazni. Fontos a folyamatosság, a tervek mentén való haladás, ne kapkodjuk el, ne előzzük meg a technikai tudásukat azzal, hogy olyat kérünk, mert nem lesz sikerélményük, elmegy a kedvük attól, hogy figurát tanuljon, attól, hogy 12 métereket íveljen át a labdával, azt, hogy első szándékú támadás, meg második szándékú támadás.
ezt szépen folyamatosan rakjuk szerintem egymásra. Mi fontos? Ahogy mondtam, a fizikummal gyorsul a játék. Hát a kognitív képességeikre nagyon oda kell figyelnünk, mert nem fog, tehát lehetetlen ugyanazt a tempót követni egy védekezéssel, egy nyitásfogadással, mint ami az ütőerővel vagy a nyitás erejével fejlődik. Tehát az ütőerőnk az fejlődni fog, azzal a nyitásfogadásunk sose fog ugyanabban a mértékben fejlődni, illetve hát az elején biztos, hogy nem, nyilván arra törekszünk, de ehhez kell a srácoknak a pályán való közlekedést, az elővételezésüket, a reakciósebességüket, reakciókészségüket, mind növelni kell. És ha ezek megvannak, hozzászokik ehhez a gyorsabb tempójú, nagyobb erejű játékhoz, akkor leszünk igazából már alkalmasak arra, hogy olyan feladatokat tudjunk velük végrehajtatni, amiket majd meccsen is látni akarunk. Ezt már a bemelegítéstől kezdjük, mert azon kívül, hogy nyújtunk, meg futunk, meg vonalazunk, és nagyon szépen bemelegítünk, ez egy dolog. Tehát a fejet is be kell melegíteni ahhoz, hogy az edzés munkát úgy tudják elvégezni, ahogy mi szeretnénk. Vissza kell nyúlnunk azokhoz a feladatokhoz, amiket kicsikként tanultak, vagy gyerekkorukban tanultak, és hajlamosak vagyunk elhanyagolni ezeket, akár mutogatod a számokat, akár irányítod a labdák irányát, hogy szokja azt, hogy minél gyorsabban le kell reagálni az ellenfélnek, sáncnak a mozgását, a védekező embernek a mozgását, most már beszélhetünk ugye a védekezési rendszerről, meg sánc rendszerről, és hogy ezeket a feladó akár le tudja reagálni. Ehhez hozzá kell őket szoktatni. Ebből szeretnénk itt a következő 45-50 percben egy általános feladatsort bemutatni, hogy szoktuk mi ezt csinálni. Az U19-es csapat fog segíteni, mint említettem, és van egy segítőm is, a Mário, aki az U15-ös csapatunknál tevékenykedik. Ő lesz még ott fekete pólóba, van a srácok között, ő lesz még a segítségemre egy-két gyakorlatnál itt a gyakorlati részben. Ha ezzel végeztünk, akkor van még egy szösszenet, a versenyeztetés. Abban maradtunk, hogy ezt a gyakorlati rész után egy pár percben, ha marad idő, akkor erről beszélgetünk, és utána akár kérdezhetünk is természetesen, itt is, meg a büfébe is, vagy hát itt egész nap a létesítmény területén. Azért nem most, mert ha itt erről elkezdünk beszélgetni, akkor ez annyi vitát, meg annyi ellenkező véleményt szokott földobni, hogy erre biztos, hogy nem lesz idő, és az a lényegi rész, ami a mozgásos rész, az el fog akkor sikkadni. Remélem, hogy egy-két dolog meg fog tudni érinteni benneteket, hiszen mindennek csak a felszínét tudjuk karistolni itt ebbe a szösszenetnyi időbe, és biztos, hogy egy pár előadást ez még meg fog érni, ez a témakör. Nagyjából neki tudunk kezdeni a gyakorlatoknak. Nem tudom, ezt kell remélni. Technikai. Sorry, köszönöm. Mindig minden, oké. Most indítjuk a felvételt, előről légy. Oké, köszönöm. Ha én itt kiabálni fogok velük, akkor az hallatszik? Az abszolút hallatszik. Nagyszerű. Uraim! Akkor kérünk, két nyitósorokba oszoljunk szét. Nem fogunk létrát használni, mert mondjuk nincsen nálunk szertárkulcs, valamelyik csapat elrakta a létrát, és igazából, hát ahogy a csatlakozók én is az előttem szólóhoz, hogy nagyon szépek ezek a dolgok, de ezt már őnekik meg kell csinálni létre nélkül is, tudatosan. Arra szeretnék kérni, mert nyilván a pálya fele fordulva fogunk dolgozni mindig, a háló felé, a vonal fölött csak a sima átlépéses történet megy, a háló fele közlekedve, szintén mint a létráznál, csak az egyik lábaddal át fölötte bealadsz a hálóig, és utána pedig a hálónál egy ütőmozdulat, lebontás, egy lépésből az ütőmozdulat, lebontás, egy lépésből az ütőmozdulat,
tolatsz ki szembe a hálóval, és ott 4-5 méter után vetődsz egyet. Ebből lesz 2 kör, ebbe az irányba 2 kör, abba az irányba. Közben én mutogatni fogok számokat, illetve a Mário is mutogatni fog számokat. Ami a hátam mögött mutatok, az neked szól, mögöttem lévőnek az alapvonat. Amit elől mutatok, azok pedig az ütések közben a című játékosoknak szólnak, annak a résznek. Azt hiszem, hogy nem fogok füttyögni, mert akkor itt húzós lesz. Ott is dolgozunk, meg itt is. Én jöjjek át idén. Oké, gyere akkor. A feladat nem változik. Ebben ne fütyüljek, ugye? Jó, sípről induljatok, jó? Mehetünk folyamatosan egymás után. Én itt mutogattam, halljam a dumát. Revész, halljam a hangot. Mehet, 2 kör van, gyerekek. Ebbe az irányba 2 kör. Pörögjön a láb. Ide is figyelsz az ütés közben. Oké, megcsináljuk ugyanezt, hogy bemelegítés jelleggel ugye a másik oldalról is, másik irányból is. Ugyanez a feladat, csak az ötös helyről indulunk, ugyanúgy az alapvonalon. Meg vagy, Bec? Itt a hálónhoz fölfelé variálhatod a lépéseket, egy másik lépéstechnikát is csinálsz egész nyugodtan. Ugyanúgy 2 kör. Oké. Okay. Köszi. Vegyünk fel fejenként egy labdát. Dobálok, segítek közben. Alapvonalra. Csinálunk egy vonalozást. A labda már kerüljön elő az elején. Labda kézbe, nem kell vele semmit csinálni. Taposó sípra elindulsz, 8 méterre bejössz, leteszed, hátra gurulsz, fölveszed a labdát, behozod a hármasra, leteszed, kivetődsz, befutsz, fölveszed, háló fölött egy történet, leteszed megint a hármasra és kivetődsz. Tiszta, értitek? Lehet hallani nektek is? Vagy csak föl? Jó nektek, Roli? Ott hallottál? Vitya, nektek jó? Viktor, hallottátok, amit mondtam? Oké, okay, akkor sípra indulunk ugyanúgy, jó? Tehát 8 méter előre hozod, leteszed, egy hátragurulás, fölveszed, hármasra behozod, taposol, bejössz, fönn egy sáncmozdulat, leteszed és kivetődsz. Egyszerű a sztori. Jó? Taposással kezdünk. Pörögjön, gyorsítunk, gyerekek. 8.
Nem baj, megcsináljuk tízszer, hogyha elrontjuk. Tehát 8 méterre behozod, leteszed és hátra gurulsz. Megy a taposság? Mehetünk. Tehát 8 méter leteszed és hátra gurulsz. Fölveszed, behozod a hármasra. Leteszed, kivetődsz. Fölveszed egy sánc mozdulat, leteszed és egyből vetődés, amikor már lent vagy, eleve le vagy, lehajolva vagy. Nagyszerű. Lejt a terem. A Mária az egyiket dob vissza nekik. Ugyanúgy taposásból kezdünk, maradhatsz az alapvonalon. Betekersz a labdádért, kiviszed a labdádat az alapra, bevetődsz, kifutsz a labdádért, fölveszed a labdát, lehozod a hármasra, ütőmozdulat, egyből egy sánc, fölveszed a labdát, lerakod az alapvonalra, hármas, és a végén vetődsz egyet, és az alapvonal marad a labda a végére. Ott tiszta? Nagyjából. Megvan? Oké, okay. Taposásból induljunk ugyanúgy. Ki az alapra. Gyerünk. Vetődés. Behozod a labdát. Lerakod. Ütsz, sáncolsz. Kiviszed az alapra. Bejössz a hármasra. Labda mellé odavetődsz. Itt látjátok, ezeket most találok, adom ki nagyjából, annyit variálsz vele, amennyit akarsz. Az a lényeg, hogy kelljen figyelni a labdára is a palinak, meg kelljen figyelni a vonalakra is, összetett legyen, hogy dolgozzon az agya. Nagyon gyorsan megtanulják, ők sem csinálták ezeket, legalábbis a saját bevallásuk szerint nem túl sokat az elmúlt hónapokban nyilván, úgyhogy ezek egészen tűrhetően mennek. Azt fogjuk most csinálni, hogy kelljen figyelned túl a túloldalt is. Behozod a hármassal a labdát, lerakod. Kivetődsz. Bejössz, kikerüld a labdádat, csinálsz egy ütőmozdulatot. Lejössz a labdádért, figyeled a szemben jövőnek a haladását. Egyszerre érkeztek oda, átdobod a labdát. Ha 4 méteren belül, mondjuk ez a 4 méter, nektek meg van rajzolva nekünk itt ez a 4 méter. Azon belül parton a labda, akkor kezdjük előről. És amit lepattintottál, egy pattanás után utol kell érni, lehetőleg vetődve. Benni van a legszélén, ugye ott vagyunk többen, 3-6, meg kicsit másképp is érkeztünk, mint ahogy megbeszéltük. Benni, neked, amikor átdobod a labdát, a saját labdád után kell elvetődni, jó? Oké? Okay? Jó, gyere beljebb egy kicsit, Barni. Na, vegyük föl, mell előtt, taposol, behozod, kivetődsz, kikerülöd, ütőmozdulat, fölveszed, nézed a társadat, kidobod, mész a labda után. Mehet a taposás. Gyerünk. Szembe lévőt nézed. Hogy próbálj megvetődni rá. Oké. Ezt sokkal bátrabban is meg tudjuk csinálni. Dobjad nyugodtan azt a labdát, hogy kelljen vetődni a társadnak. Ha kiméljük egymást, az nem jó senkinek, nem fog fejlődni se ő, se te, se a kompletten a csapat. Nyugodtan mozgassuk meg a másikat, bátran. Jó? Vedd föl, mehet a taposás. Tekerdolik. Jó, és az a vetődésre tudjuk befejezni. Úgy, azaz. Gyerünk, látjuk. Na, tan. Sokkal jobb. Inni kell.
hármasával álljunk össze, lesz egy kettesünk. Nyitósorokba hát az egyes és a négyes hely között, a kettes és az ötös hely között. Gyere! Egy labda kell hármasonként, sima labdakezeléssel fogjuk folytatni. Keresztbe. Átlóba. Ide kéne még egy hármas, gyerekek? Ide kéne egy hármas. Ide jöjjön át egy hármas. Mindegy, hogy kikivel van. Sima labdakezelés megy átfutással, kosárérintéssel. A kettesnél nyilván csak megy a sima érintés. A hátsó sorban alkarérintés van, a hálónál kosárérintés. És keresztbe fog menni, két labda van a levegőben, szemeddel követed a labdát, és kikerüld a társadat. Pályán való közlekedés, térlátás, stb. Figyeljünk ödre, mehetünk! Fontos, hogy közben azért a technika is maradjon meg. Elől a testrója az alkarérintésnél a hátsó sorba. Adjál neki ívet, feladásszagú legyen a történet, jó? Az elpattanó labdák. Oké, uraim! Álljunk a hálóra merőlegesen, ugyanígy hármasával. És marad egy kettesünk természetesen. Sima, ütvét, felad. Folyamatos lenne a lényeg, hogy folyamatos lenne a gyakorlat sok érintéssel. Ígértem, hogy csak ilyen szösszenetek lesznek a gyakorlatokból. Nem fogunk itt most vasárnap délután belehalni az egész történetbe. Jó? Folyamatos legyen, szép legyen, sok érintéssel, ha elgurul a labdát, jelezd, Mário is pótolja, én is pótlom. Mert utána megyünk hálóra. Beszélj nyugodtan, hol tartasz, segítséget kérjél, hajtsad a másikat. Vince, nem kell labdát szedni. Oké. Ez is egy másfajta labdakezelés volt, mint amit a bemelegítésnél szoktunk csinálni, nyilván a hagyományos bemelegítésnél. Tovább lépünk egy picikét, ugyanezt a sztorit csináljuk a háló fölött is. Aki ütött, átbújik a háló alatt,
megy a túloldalra feladni, aki feladott, megy ki sor végére védekezni. Itt egyel kevesebben vagytok, kommunikáljatok, beszéljetek végig, hogy hol tart a történet. Pótoljuk a labdákat, nem kell labdát szedni, mert nagy a terem, nem kell elszaladgálni a labdákat. Jó, a gyakorlat menjen, folyamatosan. Mehetünk. Észre, bemelegítésre járunk, folyamatosság a lényeg. Mehet. Mehetünk. Itt van. Picit álljunk meg. Tehát, feladás után van egy védekezésed, ugye? Fedezed az ütőd. Csináljuk meg a mozdulatot a fedezésre, és a vetődést azt kértem, hogy menjünk ki az alapvonalra vetődni, mert már lassan-lassan 4 méteren védekezünk. Hát itt valószínűleg nagyon gyorsan szájon fognak kapni egy labdával. Gyere föl, később, indulj el hátulról, vetődjél ki, és azért van kivetődés a vonalpon arra, hogy innen indítsd el a védekezésedet. Ne itt várd, mert most tudom, hogy pörgeted, már kosárral befogadjuk, de most azt szokjuk meg, hogy honnan induljon a védekezés. Honnan induljon a védekezés. Mehetünk tovább. Jó, és még mindig nincs duma. Hogy van? El lehet esti vinc. Itt van Berci. Tegyünk bele egy sáncot is feladás után. Mielőtt kimész vetődni, tegyél bele egy sáncot is. Hogy és utána mész ki. Fedezed, sáncolsz, és úgy mész ki vetődni. Gyere, gyere, gyere! Megoldja, gyerünk, Beni! Vigyázz, vigyázz, vigyázz! Oké, szedjünk ki gyors egy kis labdát. Párba fogunk dolgozni egy oldalon. Pár egyik fele nyitós sarokba, egyes helyen, másik fele ötös sarokba. Meg vagy benne? Jó, kezdjük el a nyitósarokból a sztorit. Lepattintod magad elé,
és abból emelsz egy hosszú keresztet, ezt kellene megoldani. Futsz a labda után, futsz a labdád után, jössz vissza a sor végére, kicsit másképpen kezdjük szokni a hálónál az ütést. Ha jó a labda, úgy érzed, rá lehet feküdni, de a megoldás a cél. Nem kell pumpálgatni itt 2 méterekre, a 8-88 ugyanolyan pontot ér, mint hogyha 2 méterre bevered. Na nézzük, maradj hátrébb, Bálint, maradj hátrébb. Nem, nem baj. Jó, ott a magad elé, és a, magad elé, és azt adod keresztbe, magad elé. Hogy mehetünk, menjünk, folyamatos legyen, kocogjál a labdáért. Kerülj rá. Türelemmel magas labdát kapsz, várd ki az elején. Türelmes legyél, vége legyen egy gyors rárobbanás az utolsó lépésre. Ugye? Baj, gyerünk, Zsombi, gyerünk. Gyere vissza, következő. Na nézzek egy időt, bazzik. Old meg, tedd ki nyitósorokba, tedd ki 4-esre a feladó helyére, vagy 1-esre a feladó helyére. Ha nem jó a labda. Az egész volt? Az egész volt. Oké. Fogy az időnk, azt gondoltuk, hogy azért több van. Beci, pattanyába feladni, légy szíves. Kérünk a 4-es ütőket 4-es helyre. Centert. A centerbe elfogytunk, egy maradt, sérülés miatt. André, elpöcögtetsz itt középen? Elütögetsz itt középen? Jó, gyere, állj be a Zsombi mögé. Megint csak nem a sima bejátszásból ütünk, hanem én fogok egy adott esetben most a Benit kijelöljük liberónak, ő fog indítgatni, kicsit beütjük magunkat, és utána egy rövid csapat szerkezetet összedobunk, egy-két mérkőzés szituáció. Várva üthetsz csak ide a pálya közepére, nem? Vagy te libevered a sáncot, arról nem beszél, hogy engem is. Jó? Simán megyünk sorba, 4 center, 2 center, 4. Mehetünk. Hívjad, kérjed, javítsad, nyugodtan. Nagyja. Ja. Labdáért el kéne menni, gyereket. Nem baj, következő. Gurics ki. Mi van? Gyere! Kicsit nyújtsd a könyököd, Berci, hátrafele. Nem baj. Cserélünk egy indítójátékost. Kicsit megbonyolítjuk, mert ugye még nincsenek fix posztok. Berci, a feladás az most már oda menjen, ahova mutatom. Jó? Tehát feladás előtt nézzél át. Mutatom a 4-est, a centert, vagy a 2-est. Oké? Okay?
Mehetünk. Minden, gyere! Csak itt volt a labda. Igen, az már jó. Oké. Ez csak egy picit arra, hogy ne a szimpla ütések legyenek, hanem hogy legyen benne egy kis feladó is, egy kis libero is. Menjünk rá egy kicsit egy pár mérkőzés szituációra, hiszen ez a dolgunk, hogy a felgyorsult játékba lekövessük az ellenfélnek a okoskodását. Erre a térfélre kérek egy olyan csapatot, hogy mondjuk egy ilyen egyes állásszerűt. Berci, menjünk ki egyessel, légy szíves. Barni az egyik négyes, kiszokottlan Travis, menj a másik négyesre, légy szíves. Zsombi, gyere előre centerkedni. Birod, térded be? Persze. Menj a liberónak. Viktor, gyerek átlónak. Sánc, nem, Máté, maradjál csak itt hátul. Bálint, gyere ide hatosra, légy szíves. Vince föl a hálóhoz, sáncolni. Ennyit, utána mi bejössz hatosra védekezni, oké? Van egy sima egyszerű nyitásfogadás, első szándékú támadás, utána én pörgetek egyet, okosan fölteszed ide a kettes sáncot, tehát kapott az ellenfél egy nem valószínűleg nem jól üthető labdát. Itt is itt vagy? Valószínűleg nem jól ütető labdát, kipörgeti egyes helyre, okosan a feladónk fogja védeni, hogy olyankor mit tudunk belőle összehozni. Aztán, ha nem olyan jót hozunk össze belőle, akkor nekiállunk segíteni neki, nyilván tudniuk kell, hogy mit csináljanak belőle. Mondom azért oda is, hogy akkor ugye van neki két választása, fölemeli a hosszú keresztet alkarra, vagy ad egy 63-at, és nagyjából megjöttünk. Biztosításokra figyeljetek, ha kialakul egy játék, akkor ezt játsszátok le, én utána fogok pörgetni. Oké? Mehet a nyitás. Játszod. Szép, állj össze. Hello. Áttettük, jó, jön egy potya. Hagyja a potya. Ugyanúgy. Jó. Semmi gond. Megvan a gyenge pontunk, nem beszéltük meg. Hogy minden ilyen áttett labda, ami nem támadó érintéssel megy át, minden potya labda, szigorúan a liberóé. Amint elkezd kóricálni, ott a négyes ütőnk egy méteren, meg hét méteren, meg bárhol, azzal kivonta magát a támadásból. Várj, aki a liberó poszton van, ezt így kell. Neked minden labdát ír. Jó? Sima pörgetett sztori van, ugyanúgy az első szándékú támadás után most cseréljetek át a kettesre, a Viktor Barni, meg a négyesre. Potyából csinálunk valamilyen figurát, beszéljétek le. Potyából valami figurát.
Jó? Ugye? Hogy van, és megy a potyát? Jó. Semmi gond. Körül. Még egyszer lejátsszuk. Még egyszer lejátsszuk. Travis, jössz hátsó sorból? Jössz hátsó sorból? Úgy készülj, hogy higgyem el, hogy jössz. Igen. Úgy. Úgy van, és a kotya? Köszi. Kérek egy olyan állást, amikor elsősoros a feladom. Melyik legyen négy? Hármas? Hármas állás. Bálint, gyere előre, Vince, gyere hátsó sorba. Máté, kettes, aki mi? Kettes, aki? Inkább maradsz itt? Neked jó. Jó? Meg vagyunk? Ugye szűkül a támadási lehetőségünk, és azt kértem tőlük, hogy ők erről elég sokat beszéljenek, és ahogy elnézem, már nagyjából itt meg is tervezték a történetet, az élet nyilván úgy is közbe fog szólni, hogy mit fog tudni ebből építeni. Itt ugyanazok az alternatívák vannak, csak egyre több a hátsó sorosütőnk, viszont az első sorban nem kell cserégetnünk az első támadás, az első szándékú támadás után a kettes meg a négyes ütőnek a pozícióját. Tehát remélhetőleg már az első szándékból egy jó fogadásra ki tudunk alakítani egy épkézláb támadást. Ugyanez a szitu van, én pörgetek, nyitásfogadás után is kapod az egyik potyádat is. Oké, védekezzel. Oké. Ugye. Jó. Ha elviszed hátul a centeredet, akkor a 63-attól eltoljuk a 4-es hely felé. Oké? Ha elviszed a beszúrtra, akkor meg az 1-es helyet erőtetjük. Mert ugye a mi érteket fontos tudni nekik. Mehet a nyitás? Úgy van, Dani, rossz helyen voltál. Sánc mellé helyezkedj. Úgy van. Játszod. Szép. Megy egy potya is. Úgy van. Szép volt. Pisti, idővel hogy vagy? Megyünk még egyszer. Jó, hagyjuk meg. Nyitunk. Semmi baj. Tessék fölkotorni. Úgy van, szép volt. Jössz ide. Dob ki. Beszél. Ha még egyszer ugyanezt. Romi, ne sáncolj, mert magas puposabbat nem tudok ütni, bazzi. Nyitás. Sánc mellé. Följön. Jó, itt van Vince. Gondoltam, megjátszod. Nyissunk. Úgy van. Gyere itt a blokk.
Jó, arra csináljunk egyet, hello, hogy a center indít. Gyere vissza, Zsombi, itt vagyok. Center indítja az ejtett labdát. Te játsz be. Oké. Még egy nyitás van, utolsó nyitásunk, még annyi belefér, azt hiszem. Jó, Zsombi, az ejtés, van egy rossz ejtés, azt te neked kéne bejátszani. Kell ászt hitni, Vince. Jó, figyelj! Úgy van, Zsombi, ez meg már tiéd. Már lemaradtál Sáncból, és... Jó, a terv jó volt, egyből visszateszed Sánc a centernek, és gyorsan be is fejezzük a labda menetet. Csak nézek egy időt, mert nem tudom, hogy tudjál. 10 perc. Jó, akkor nagyságrendileg itt véget ért a csapatszerkezetes történet. Ahhoz, hogy minél több támadást tudjál, minél több variációt tudjál építeni, ugye ezeket előre meg kell tervezni, és a lehető legtöbb potyalabdát indítsa, illetve minden potyalabdát indítson a libero, hogy az ütőink megmaradjanak. A hátsó sorban lévő embereket ugyanúgy fogjuk be a gyakorlatba. Nem szoktam túl sokat szögdeltetni a srácokat padra és zsámolyra, csak az alapozásnál. Szerintem nem túl sokat, szerintük sokat. Úgyhogy összekötjük egy feladattal, egyszerű sánc gyakorlat lesz, mondjuk a négyes helyről induljunk mindkét oldalon, egy oda-vissza sáncot, minden lépésre sánc van, amelyik irányba mész, azzal érkezel le mellé. Egy oda-vissza kör van belőle. Csukló menjen a végére, fontos, hogy itt is javítsuk a mozdulatot, mert azt gondolják, hogy már levezetésnél járunk, és közben nagyon fontos része az edzésnek. Jó, adasom. Vissza is mehetünk. Nyújtsd a könyököt, csukló, menjen a végére. Nyújtsd a könyököt, csukló, menjen rá. Végére. Három darab lesz, keresztlépéses. Ezt szoktuk várni, hogy 100% legyen. De ne menjen a technikának a rovására. Jó? Ugyanúgy nyújtod a könyököt, teszed rá a csuklód. Kitámaszt, amelyik irányba indulsz, azzal a lábaddal kezded a lépést, és a kitámasztásnál forgatod a bokádat, mert ha állóval így vagy, akkor a levegőbe fogsz csak fordulni, vagy kijön a lépés, és jó irányba találkozol a labdával, vagy nem. De ha már eleve úgy forgattad a bokádat, hogy a háló sikerre merőleges a melled, akkor nagyvesen nem fogsz kifordulni, nem fogják kitögetni rólad a labdát. Egy oda-vissza, kérek. Három-három sánc oda-vissza. Jó, Máté, gyere vissza. Gyere vissza, Máté. Benni, közben te mehetsz. Csak rosszat ne csináljuk. Jó, tehát amelyik irányba indulsz, az a láb. Tehát jobb láb. Jobb láb. Melyik a jobb láb? A fasz. Valahogy. Tehát. Ezzel. Bocs. Visszafele is. Jó, azért fontosak ezek a lépések, mert ugye itt most már azért a hármas sánc is, reméljük, hogy egyre sűrűbb lesz, hogy különben össze fognak akadni a lábaik, ha nem mindenki úgy lép. És esni kellni fogunk a sánc közben. Szintén Zsombi
abba az irányba, bal lábbal indulsz. Még egyetlen egy variáció, és befejeztük a sztorit. Van egy keresztlépésed, elugrottál a centerrel vagy a követővel, és vissza kell lépned a figurára, hát van egy visszalépésed a nagy sáncból, visszalépsz azonnal egy plusz blokkra. Mehetünk egy oda-vissza csak. Türelmesen, nyugi, van idő. Az most jó, bár, ez most teljesen rendben van. Várjátok már meg egymást. Az is van. Úgy. És akkor vissza is, és akkor ezzel a gyakorlattal és nagyságnál kilőttük az edzés végi szögdelést. Mehetünk. Az most jó volt, Máté. Az is jó. Az is jó. Figyelj a kezed, és most a lábadra nagyon figyelsz. Ne vesszen el a karmunka. Oké, uraim, mondjuk azt, hogy két kör levezető kocogás volt. Kicsit nyújtsunk le. Köszönöm a segítséget. Nagyjából ennyi fér bele a gyakorlati részbe. Köszönöm. Köszönöm szépen a Péternek a bemutató edzést tulajdonképpen, mert itt a végére már a fiúk kaptak egy kicsit a terhelésből is. Érdekes volt látni utalila környezetben a zöld-fehéret, de azt gondolom, hogy leginkább azt volt érdemes látni, hogy ezek a fiúk, és tényleg, hogyha ez az irány marad, akkor előbb-utóbb fönt játszanak a felnőtt bajnokságban, és a szakmai tudásuk már megvan. Péternek azt köszönöm, hogy tényleg, mert nem az volt a szándékunk, hogy oktatgassunk, hanem inkább mutassunk valamit, amit lehet, hogy már ismerünk is, csak esetleg a használata, a módszertana egy kicsit eltér. Ha valakinek lenne kérdése a jelenlévők közül, akkor annyit mondanék, hogy egy pici technikai szünet, 15 perc, amíg mindenki elmegy mosdóba, elintézi az egyéb dolgát, és akkor utána folytatjuk. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Én is hosszabbra sikeredett, igen, és éreztem a... Nem láttam a hajzét.